A dániai LEGO Kft. Rendszeresen segíti a gyerekek fejlődését különböző adományeszközökkel Nyíregyházán és megyeszerte egyaránt. Legutóbb a helyi közösségi szerepvállalás projekt keretében dolgozói kezdeményezésre indult el egy pályázat, amelyen a kertvárosi iskola sikeresen szerepelt, és közel 5 millió forintból alakíthattak ki az udvaron egy külterületi tantermet. Rönkfából készült, és a kertváros dísze lett itt a zöld terület közepén. Egyrészt ezt kaptuk, és ennek örültünk a legeslegjobban, mert ez volt a szívünk vágya. Másrészt pedig interaktív táblákat, túrakerékpárokat kaptunk még a pályázat során, amelyet szülők indítottak el egy helyi közösségi szerepvállalás pályázat keretében. Legós szülők indíthatták el a pályázatot, így kapcsolódtunk bele. Közel 400 diák jár az iskolába, a különleges napra pedig meghívták az óvodásokat is. Az átadó ünnepségnek ugyanis része volt egy játéknap, amelynek keretein belül állomásról állomásra járhattak a gyerekek egy menetlevél segítségével, hogy az ottani feladatokat teljesítsék. Számunkra nem az adomány része a fontos, inkább ez a rendezvény, ahol dolgozókon keresztül ugye elérjük a helyi kis közösségeket, gyerekeket természetesen. Lehetőséget adunk a gyerekeknek arra, hogy egy iskolai tanórán, gyakorlatilag iskolai tanítási napon játszanak, különböző aktivitásokba vegyenek részt, kicsit megmozgassák az agyukat, máshogy, mint egy szokásos tanítási napon. Ilyen formán sokkal könnyebben tudják a szakemberek megmozgatni és fejleszteni a gyerekek kognitív, emocionális és kreatív képességeit, illetve készségeit.